Isten hazánkért térdelünk elődbe, ród bűneinket. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézed, érdemét idézed, István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát. Ó, ha csak ezt látnád! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat a Magyar Szentek és Boldogok emléknapján, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban. Példaképeink, útmutatóink, azok a szentek, akik hazánk földjén, akár népünk köréből, nemzetünk köréből, akár ide érkezve a világ bármely pontjáról megszentelték népünk életét, most is segítenek minket égi közbenjárásukkal és példájukkal az üdvösség útján. Nagy szeretettel gondolunk itt az esperes kerületünkben a Magyar Szentek és Boldogok plébániai közösségére, mind a két Gábor atyára, akik ott szolgálnak ebben az egyházközségben, és mindnyájuk életére a Jóisten áldását kérjük. Különös szeretettel imáimba foglalom a mai napon kerületünk elöljáróját, dr. László Imre polgármester urat, aki a mai napon ünnepli a 75. születésnapját. Szeretteivel együtt Isten éltesse őket sokáig. Imáinkba foglalom orgonistánkat is, Dobszai Pétert, akinek ugyancsak születésnapja van a mai napon. És természetesen, ahogyan ezt tettük november napjaiban, a mai alkalommal is halottainkért ajánljuk fel a Szentmisét, és kérjük a szenvedő lelkek mielőbbi üdvösségre jutását imával, szentmisével, engeszteléssel, a búcsúnyerés lehetőségeivel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük a magyar szentek és boldogok dicsőségét. Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra áraszd bőven reánk nagy irgalmadat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Mi alatt mély csend borult mindenre,
és az éjszaka sietős útja közepén tartott mindenható igéd, Urunk királyi trónjáról eljött közénk. Mint harcos állt a pusztulásra szánt föld közepén, változhatatlan szent parancsodat hordozta éles pallás gyanánt. Minden gonoszt megölt, a földön állt, de égig ért. A tengeren való átvonulás napján az egész teremtés újjá alakult. Parancsait szolgálatára minden készen állt, hogy gyermekeit sértetlenül megmaradjanak. Felhő árnyéka védte Isten népe táborát, és ahol víz állott még előbb, ott száraz föld bukkant elő. Jól látható út nyílt nekik a vörös tengeren, és zöld mező a tengermélység kellős közepén. Oltalmad védte népedet, míg mindenki átvonult, és bámulhatta nagy csodáidat. Úgy ugrándoztak, mint mezőn a bárány vagy csikó, és magasztaltak, Urunk, téged, megmentőjüket. Ez az Isten igéje. Alleluia! Alleluia! Az evangéliumban Isten meghívott minket, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. Alleluia! Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk, és nem szabad belefáradnunk. Így szólt. Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá és kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában. Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön, és megver. Az Úr így szólt. Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, az Úr Jézus a fáradhatatlan és kitartó, bizalommal teli imádságról tanít bennünket, és ez a döbbenetes példázat, amellyel egy igazságtalan, egy negatív példával, egy igazságtalan bíróval ábrázolja a Jóistennek irántunk való nagylelkű szeretetét, elgondolkodtat bennünket, hogy vajon van-e bennünk kitartás, van-e bennünk elég hit, bizalom az Úr iránt. A példázat igazságszolgáltatásról szól, és a magyarázatban is erre tér ki az Úr Jézus, hogy vajon nem szolgáltat igazságot az Úr az ő választottainak, vajon megvárakoztatja őket? Nem, igazságot szolgáltat. Itt tehát valójában nem arról van szó,
hogy az ember bátran, kitartóan előadja az Úr iránti elvárásait, előadja a kéréseit, megrendeléseit, és aztán az Úristen azonnyomban ezt teljesíti. Nagyon szépen és árnyaltan szól a példabeszéd. Itt arra kell gondolnunk, hogy akik az Úristennel összhangban élik az életüket, azoknak meg lesz a rend, a harmónia, a béke az életükben. Erre kell törekednünk a kitartó imádsággal, hogy mindig minden nehéz helyzetben, mindenféle emberi kapcsolatban, életünk ügyes-bajos dolgaiban a dolgok helyükre kerüljenek. A kitartó imádság a bizalmunknak a jele. A most hallott evangéliumnak minden mondatát ebbe az irányba kell állítanunk, és így kell gondolkodnunk ezen. Ha eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Ne értsük félre az Úr Jézus szavait, hogy bátran rendeljünk az Úrtól bármit, az Istentől, amit szeretnénk, és ő azon nyomban igazságot szolgáltat nekünk. Arra kell gondolnunk, hogy erősítsétek a bizalmatokat, legyetek az imában kitartóak, és így mindig biztonságban lehettek, és a dolgok az életetekben helyükre kerülnek. Ez a mai evangéliumnak az üzenete. Ebben kell előbbre lépnünk a lelki életünkben, és továbbra is megerősödni azon az úton és abban a szolgálatban, amelyre meghívott minket az Isten a saját élethivatásunk szempontjából. Ma azokra a magyar szentekre és boldogokra gondolunk, akik ezt megtették, akik erősen kötöttek bizalmukkal az Úrhoz. És úgy, ahogyan a november 1-én az egyetemes Minden Szentek ünnepén is ezt magunk elé állítottuk, úgy a mai napon is, hogy ezek a gyűjtő jellegű ünnepek, amelyekben nincs név szerinti felsorolás, nem csak a szenté vagy boldoggá avatott szentekre vonatkoznak, hanem azokra, akik névtelenül célba érkeztek. Úgyhogy mi erről nem tudunk, hogy az Anya Szent Egyház nem nyilvánított ki semmilyen elismerést az irányukban, de az Úristen befogadta már őket országába, megadta a boldog mennyei örömök teljességét. Bízunk abban, és én is remélem, hogy itt, akiknek a neveit ide tettük az oltárra, lehet, hogy sok esetben már felesleges volt. Esetleg nem értük kell már imádkoznunk itt a halotti miséken, hanem már talán ők imádkoznak értünk. Tehát a szeretteink között is lehet olyan, akik már a mai ünnepünknek a címzettjei, imáinknak, örömünknek, a hálaadásnak is a címzettjei. Maradjunk meg tehát a hűségben, a kitartó imában, hogy életünk dolgai, eseményei, feladatai, emberi kapcsolatai mindig a megfelelő helyen, Istennek tetszően, üdvösségünket szolgálva a helyükre kerüljenek. Amen. Testvéreim, Jézus Krisztus egyházán keresztül kegyelmének kincseit és megszentelő erejét adta népünknek, hogy szent elődeinkhez méltók lehessünk. Imádkozzunk közösen. Add meg, Urunk, hogy a hűség kegyelmét, hogy őseink példájára szilárdan ragaszkodjunk,
földi helytartónkhoz, a pápához. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj, Urunk, országunknak szent életű és tudós főpapokat, akik életszentségre vezetnek minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hívj szolgálatodra ifjú lelkeket, akik életáldozatukkal ismét kedvessé teszik népeinket előtted. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg a szerzetes rendek munkáját, akik a tudományra és életszentségre nevelik népünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy földi küzdelmeink után a magyar szentek sorában kapjunk helyet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erőt és egészséget a ma 75. születésnapját ünneplő Imre polgármesterünknek és szeretteinek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg kegyelmeddel az ugyancsak születésnapját ünneplő Péter orgonistánkat és szerető családja életét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, kegyelmedet bőségesen hárasztottad magyar népünkre, és sokan jutottak el példaadó életre és szentségre. Kérünk, növeld bennük kegyelmed erejét, hogy mi is szeretetedben éljünk, és országodba juthassunk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. A magyar szentek énekének, a 293-as éneknek a harmadik és negyedik versszakát fogjuk most énekelni. Szent Erzsébetből hűs szeretet áradt, Margiti Mári vezekelve szállnak, minket hiába, Uram, ne sírasson, áldott boldog asszony. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, de könyörögnek ők téped hazánkért. Hadd legyünk mi is tiszták hősök szentek, hazánkat így mentsd meg. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogad jó szívvel áldozati adományainkat, amelyeket az összes szentek tiszteletére felajánlunk. Add, hogy üdvösségünkért közben járjanak, akik hitünk szerint már biztosan eljutottak a halhatatlanságba, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Föleveltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig,
és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, ami Urunk által, ezért miként az angyalok, s főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura Isten, dicsőségedre tölti a mennyet és a Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Alálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, népünk és nemzetünk, hazánk földjének szentjeivel, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat,
szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, lelkipásztorainkról, a templomunkban nyugvó hívekről, mindazokról, akikért novemberi szentmiséinket fölajánljuk, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, írd vonhoz nélkül. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, írd vonhoz nélkül. Isten báránya, az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit,
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. 112-es számú éneket kezdjük énekelni. Ez nagy szentség. Kedves testvéreim, most felkínálom a lelki áldozás lehetőségét azoknak, akik otthonaikban, a szívükben az Úr Jézussal kívánnak találkozni a lelki áldozás kegyelmében. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te egy kenyérrel táplálsz, és egy reménnyel éltetsz bennünket. Erősíts meg kegyelmeddel, hogy dicsőségesen feltámadjunk mindnyájan, akik szentjeiddel együtt egy test és egy lélek vagyunk Krisztusban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Minden magyar szentnek, nemzetünk szentjeinek, boldogjainak elöljárója, királynője, a szűzanya, a magyarok nagyasszonya, őt köszöntjük a 285-ös ének első versszakával. A Jóisten áldása abban segítsen minket, amit a felajánláskor énekszóval is megvallottunk és kértünk. Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg. Így kérek áldást mindnyájatokra, jelenlévő testvéreimre itt a Szent Angyalok templomban, otthonaitokban az Apostol TV és a Hegyvidék TV nézőire, és kérem az áldást a mai nap ünnepeltjeire, és az búcsút tartó, a templom búcsút ünneplő magyar szentek egyházközségre és papjaira. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őr angyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. A város szívétől délve, angyal tekint az égre, szárnyait kitárja védve, őrizve kincseidet. Isten gazdagon megáldjon, aki ittunk álkodik. Isten gazdag rétet áldve, egek ékességet, földnek dicsőséget, magyarok asszonya, királynéja, hozzád búzgó szívvel, Bye.